Elengedhetetlen, hogy ez a fajta vidámság az bekerüljön a te kis hétköznapjaidba. Én a dalt nagyon jól megéltem a zenész kollégáimmal. Ebben a műsorban nekem nagyon-nagyon jó élményem volt végig az idő alatt, miközben versenyeztünk. Ami nagyon tetszett, hogy élőben is lehet énekelni, vagyis zenélni. Ez kifejezetten adott egy olyan fajta löketet, amire azt mondtuk, hogy oké, menjünk el, csináljuk. A dal előtt már megjelent egy lemezünk. És most, hogy megnyertük a dalt, ráadásul megint el kellett kezdenünk írni még pluszban 10 dalt, ami nem volt egyszerű, és nem tudtuk, hogy fogja-e überelni az első, de hála jó Istennek nagyon jól sikerült a második lemez is. Kicsit könnyedebb lesz, emészthetőbb lesz, énekelhetőbb, kicsit ilyen fesztiválosabbra vettük. Igyekeztünk arra törekedni, hogy maga a lemez is legyen egy picit több, másabb, tehát a dalok is egy kicsit eltérjenek. A közönség azt tud énekelni, tud táncolni rajta, jól érzik magukat magában a dalban, a zenében gyakorlatilag. De erről is szól az egész album effektíven, meg maga ez a dal is, a Hello. Tehát, hogy olyan ez az erős életérzés, amikor így jössz, és akkor ha látod, hogy mosolyognak az emberek, és akkor Hello, vagy szia, vagy szeretlek. Szóval, hogy az életérzésről. Azt gondolom, hogy kicsit nehéz most ebben a világban élni, szerintem mindannyiunknak, és elengedhetetlen, hogy ez a fajta vidámság az bekerüljön a te kis hétköznapjaidba. Nagyon erős szövegcentrikus ember vagyok, és fontos az, hogy olyan szövegek legyenek, és mondani valója legyen. Ahogy mindenki magára ismer bizonyos dalban, vagy szövegben, mondatban. Én a Radics Gigit egy kiváló előadó művésznek tartom, egy nagyon sokoldalú ember. Mert összeültünk Födő Sanyival, ő a lemeznek a zenei producere, hogy mi lenne, ki lenne az az előadó, akivel úgy szívesebben dolgoznál, Ibi. És hangban is, tehát, hogy mivel nekem van egy ilyen füstös hangom, és hogy egy kicsit eltérjen a két dolog, mondott egy-két nevet a Sanya, és azt mondtam, hogy szerintem a Gigi, a Radics Gigit, tervünk az, hogy minél több helyre el tudjuk vinni ezeket a lemezanyagokat és fiatalokat, és ilyen vegyesen a közösséget szórakoztassuk. A videoklipben ugye a sztori az, hogy Ibolya talál egy kamerát, ugye a Panel dzsungel közepén, ugye a VHS korszakot idéző szalagos kamerát, és amikor megtalálja és belenéz, mert szeretné kideríteni, hogy ki lehet, vagy hogy mi van a felvételekben, akkor látja azt, hogy tulajdonképpen föntről valaki őt veszi. És ez a kamerából derül ki. És akkor, amikor fölnéz és rázumol a fönti panelre, akkor kiderül, hogy Gigi az, hogy Gigi vette őt, és ezért beszalad, hogy megnézze, hogy mi történik. Tehát az egész kép egy picit elemelkedett, nem törekszünk el, hogy realista legyen, de közben meg maga a VHS, az meg nagyon realista, kicsit dokumentarista is. Berendeztünk különböző élettereket, ahol ilyen áldokumentum filmszerűen különböző helyzetekben látjuk a közönséget, és nagyjából hozzájuk szól, valószínűleg ez a dal Ibolya jelzi azt, hogy ő még itt van, és hogy számít a hallgatókra, és ők is számíthatnak rá.